Torino tehát szűkös évek után megelőzte valamelyik Milánót, Antonio Conte edzőként is teli találat lett fekete-fehérben, a 2011-12 elemzés, Juhár már szakkommentátorunkkal és Márta Bence Benito névsportos foci bloggerrel. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Eh, ahogyan itt a lehelékel a City United versenyfutásnál kérdeztem, fordítsuk most ezt olaszra, a Juventus nyerte meg, vagy a Milán bukta el ezt a Scudettot, urak? Én azt semmiképp nem mondanám, hogy a, a Milán bukta el. Azt mondanám, hogy a Juventus egy olyan fejlődéssel ment. Tehát itt egy év alatt, vagy mondhatjuk azt, hogy a nyár alatt, az elmúlt nyár alatt, hogy, hogy, egy méltó vetétásra akadt a Milán, és hát a Juventusnak volt annyiba szerencséje, a Milán azért a sérülésekkel meg a bl el vergődött, de, de azt egy olyan szintű fejlődést, amit ők bemutattak, azt szerintem nagyon egyedülálló az egész labdarúgásban. Tehát az, hogy a, ők ahonnan indultak a tavaly egy évvel ezelőtt, pont tavaly májusban, ahova érkeztek, szerintem ez, ez, nagyon-nagyon nagy fejlődés, szerintem senki nem várhatott ilyet. Dicsőség konténak. Egyértelműen, és ezt többször hangsúlyoztuk mi is, hogy az, ami a Juventussal történt idén, az, az az óriási részben neki köszönhető, és szerintem nem is kérdés, hogy ki az évedzője mentalitásban, taktikában, egyszerűen konta ugyanúgy a mezőny fölé nőtt, hogy a Juventus hogyha a két csapat keretét, játékos tudását, variációs lehetőségeit, taktikáit összehasonlítjuk, akkor is, ha csak ezt hasonlítjuk össze, akkor is az az összehasonlítás végeredményre, ami a tabellára írva vagyon? Hát. Hát, igen, azért ez már kicsit árnyaltabb, de, de azért a Milánnak az volt a nagy szerencsé, hogy amennyiben ők sérültek voltak nekik, volt egy nagyon-nagyon jó védekezésük, volt egy, egy olyan Ocerino, akit valahonnan előhaláztak Palermóból, de szerintem arra nem számíthattak, hogy ilyen szezont fog futni, és volt egy olyan Ibrahimovicsuk, akik, akik egy egész évet úgy tudott játszani, hogy, hogy ő vitte az egész Milán. Tehát ő kompenzálta nagyjából sokszor a sérülteket, a Juventusnál pedig tényleg a csapatjátékkal lehetett az egészet megoldani, és látjuk, hogy ők még küzdöttek azzal, hogy ki legyen a csatáruk. Tehát ők a végére, még az év végére ez az egy hiány posztjuk volt, vagy hiányuk lett, hogy nem találtak meg egy olyan csatárt, akire azt lehet mondani, hogy a jövő évi már nagy merszélességenek is tudnak indulni. Bence, az évedzőjét már mondtad, és ebben nem hiszem, hogy össze fogunk veszni, hogy Antonio Conte. Az évjátékosa a Juventusnál <kül> számodra. <kül> hát nem is kérdés szerintem, hogy Andrea Pirlo, mert eh, ahogy szkeptikusak voltunk kontéval és ezzel az egész Juventus projekttel kapcsolatban, úgy azzal kapcsolatban is, hogy egy, hogy egy négy-öt éve szinte csak vegetáló, rossz formában lévő, egy kicsit már ilyen tompának tűnő Pirlo köré, aki 32 éves, érdemes egy csapatot építeni. Hát Conte ezt is meg tudta csinálni, Pirlo úgy született újjá, hogy ahogy szerintem a legszebb álmaikban sem gondolták a jó szurkolók. Egyetértek, egyedül, egyetértek. Egyet ha bár én azért Gianluigi Buffont oda tenném mögé, de majd, hogyha beszélünk, hogy kapusok és uh, játékosok, de, de én is azt mondom, hogy Andrea Pirlo, és én is azért saját magamat kell egy kicsit uh, uh, revidiálnom a véleményemet, mert, uh, mert a, én is azt gondoltam, hogy Pirlo biztos, hogy jót tesz a Juventusnak, meg neki jót fog tenni a környezetváltozás, de egy új juventus én se gondoltam volna, meg egy új Pirlót föl lehet építeni így, hát és tényleg, és nem, az, nem csak az, hogy egy szezon, tehát hogy idényenként vagy meccsekre volt jó, hanem ennyire a játszani az első a 38. fordulék szinte ilyetetlen. Hát akkor mondjuk ezt egy zseniális edzői felismerésnek, nem? Nem tudom, tehát azért Pirló szerintem már hamarabb mondta azt, hogy elmegy a Milántól, és szerintem akkor már neki meg lehetett a Juventus, tehát az, hogy most Conte választotta már ki, vagy már Pirlónak az útja volt Torino felé, és összetalálkozott Contéval, én szerintem ez még nem olyan tiszta. Úri ember volt, mert nem mondott semmit egészen a lefújásig, de aztán nyilatkozta, hogy nem, tehát Allegri miatt nem a legjobb szájézzel távozott, ki akarta rakni a bal az neki nem tetszett, akkor vagy csere, vagy eset. Tehát nincs kezdőhelye, és ez neki nem tetszett, és korrekt volt is az elvállása a Milánnal, meg nem is nagyon szólogatott vissza, de ez azért benne volt. Nézzük a többieket, a bajnokságot. Az évbukása. Hát én itt már az Inter meg a Róma körül megelőlegeztem magam részéről, de mondjuk még mások is eszünkbe juthatnak. Nem hiszem. Tehát én azt gondolom, hogy, és ilyenkor mindig az jut eszembe, van egy nagyon jó inter szurkoló barátom, és azt mondta, hogy ha azután, hogy megnyerték a BL-t, és ezernyi trófeát nyertek abban, az azt mondta, hogy ha tíz évig nem nyernek semmit, és ott kullognak a középmezőnybe, ő akkor is mosolyogva fogja járni a, a, az utcákat, és ő nagyon boldog lesz, ő ez egy kicsit ki van sarkítva. Tehát az internél eljött egy olyan időpont, amikor, és egy ilyen időszak, amikor váltani kell, hogy most ez tényleg megjötte, és már láthatunk a látszó ellen, hogy hogy longóék és már a, a primavérás BL győztes csapatból már jönnek föl. Tehát szerintem ez egy, ez egy teljesen korrekt menet. A nagyobb bukást... Ott, ott én... kifutott egy nagy generáció. Így mondjuk. van, és <laughs> most ott el kell dönteni, hogy merre felé. Tovább új edzővel, Stramaccionival, ez szerintem egy másik kérdés. A nagyobb bukás nekem a Róma. Nem akarlak itt piszkálni. Egyértelmű, el. egyértelmű, hiszen ott új tulajdonosok érkeztek, rettenetes sok pénzt beletettek, és hoztak egy tapasztalatlan edzőt. Na, ez Kontéval ellentétben nem igazán jött be. Nagyon nem jött be, és ez már azért elég korán látszott, hogy, hogy folyamatosan ezt mondogatták, hogy már alakul ez a dolog, és, és Luis Enrique taktikáját tanulgatja a csapat. De igazából lement úgy a bajnokság, hogy fogalmunk nem volt, hogy igazából mi Luis Enrique taktikája, és mit akarna csinálni ezzel a csapattal. Az biztos, hogy... Hát ez a az, az... elgondolás az olasz környezetben nagyon nem működött. Pont ezt mondtuk mi is a, a szezon elején, hogy ezért féltjük egy kicsit Luis Enrique-t, mert ez egy, ez egy, teljesen más közeg, és ö, egyrészt meg azt meg neki, Luis Enrique-nek kellett látni, hogy amit csinálni akar, arra nem alkalmas ez a, ez a Róma keret. Annak ellenére sem, hogy ő, az ő személyes kérésére erősítették meg itt-ott, Úgyhogy nem is kérdés, főleg a befektetett energia és pénz miatt az év bukása az valószínűleg azért. A... Nekik hogy lenne a kiút? Én szívesen megnézném, az egyértelmű, hogy bizonyítottak át mert a szezon egyik meglepetés a a csapat a szicíriai csapat. Érdekes kísérlet lenne, és ahogy egy, egy ős Juventino bejött, bejött Torino-ba, úgy akár egy ős római bejöhet Rómában. Igen, de szerintem az egy nagyon nagy kontraszt lenne, hogy elküldték őt az év végén, aztán utána rögtön egy év múlva visszahívják, hogy pedig aztán bíztunk benne, csak azért küldtünk Katániába, hogy na ott egy kicsit palléroz magad a Az aztán... emberek a tévedéseiket ismerik be a leglassabban, úgyhogy könnyen lehet, hogy erre mondtál, hogy majd még várni kell egy-két évet. Eljátjuk. Hát így van, én is így gondolom. A, a többi jó szereplő csapat közül legjátékot, stílust illetően számotokra kellemes meglepetések. Ha a tabellára nézünk, akkor mindenképpen, ha bár az Udi már hozzá kell szoknunk az elmúlt években, hogy egy nagyon stabil kis élgárda lett, de azért még ennél most egy kicsit többet teljesítettek. Hát többet teljesítettek, azt, amit ők elértek, az szerintem az a hihetetlen kategória, de azért azt említsük meg, nézzük meg a tavaszi eredményeiket, tehát hogyha lett volna egy csapat, aki csak egy kicsit is tud kiegyensúlyozottabban szerepelni, akkor az Udinézének, meg a többieknek sem lett volna ott helye, de az Udinéze azt, amit ők, ők tudnak, azt ők nagyon jól csinálják, és tényleg mindenhol a Gidolint, hogy milyen a taktikája, háromvédő, Dinátáléra építik föl, hogy mindenki kiismeri, egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni, és ja, mondjuk. Igen, a és mondjuk az, hogy, hogy hogy mindig mondják, hogy a Juventusnak nem kellett annyit szerepelni, az Udinéza ott volt az Európa Ligában, és valamennyire még ott evickelt is, tehát azt se lehet mondani, hogy nem jutottak el valameddig, tehát ők a kettős terhelést is ezzel a szűkös kerettel megcsinálták, és így, hogy harmadikok lettek, ez szerintem óriási eredmény mondjuk az Udinéze egy-két kezdő csapatában. Az az őszi, az az őszi. egy primavéra csapat elutazott, és azt például, egy, arra emlékszem, beszéltünk is elég dühösen, hogy hogy lehet ilyet megcsinálni egy primavéra csapata, hogy agyon vereti őket. Az egyébként Európa Liga győztes Atletico Madrid otthonában, úgyhogy tehát ez a kettős terelés azért Udinében nem volt annyira. Ugyanúgy. További befutott és érett gárdák, amelyeknek a, a, a játék, a, a felfogása tetszett nektek? Itt van én... a Napoli, amelyiknek egy nagyon érdekes szezonja volt. Igen, én a Napoli egyébként most azon a határon billeg, hogy egy európai nagy csapat lesz -e, mert az, hogy a, amit összeprodukáltak elsősorban ugye az angol bajnok Manchester City kiverésével, nagyon sok semleges szurkolót állítottak maguk mellé. Ugye Nápoly eleve egy szimpatikus futballszurkoló. Ott, ott, ott harmadosztályban is 80 ezeren vannak. Így, így van, tehát sok szurkoló van, hangulat van, és ez egy nagyon szerethető csapat. És tehát itt azért megdőlnek ezek az olaszos sztereotípiák, hogy csak védekezni kell, mert a, a Nápolit elsősorban azért a látványos támadó a vitte előre. Úgyhogy itt az a kérdés, hogy mennyire hagyják lerabolni magukat, és mennyire erősítenek rá inkább a mostani pozíciójukra. Tomi, ugyanez a kérdés, vagy hasonló kérdés a Lációnál? A Láció mindenféle érzelmet félretéve az valahogyan gyakran szedetvedett, de nagyon jó is tud lenni. Nagyon jó is tud lenni, mondjuk ők szerintem a fejüket a falba verik, hogy nem ők lettek a harmadikok, tehát tényleg ilyen, hogy végig ott voltak úgy, hogy bugdácsoltak egész tavasszal, és Lotito elnök úr már nyilatkozta egy három-négy forduló elez hogy a BR-re olyan szintű csapatot hoz össze, hogy aztán összevásárol itt fantasztikus játékosokat. Hát ez most Már megint... Már csak mancsinit kell visszahozni a kispadra. Hát akár, de, de úgy néz ki, hogy ez nem fog összejönni, és, és, azért a Lációnál azért, tehát azért nagy volumenben, ahogy láttuk, az, ezt ők nagyba gondolkodtak, de ami télen történt, hogy nem tudtak igazolni, csak elmentek tőlük, ez szerintem most, ez csak tő, rajtuk múlott, hogy a harmadikok, vagy még akár előrébb végezzenek, és aztán sanszuk nem volt. Klóze, tehát... klóze sérülésén. Mert valószínűleg ha klóze nem sérül meg, akkor szerintem be, bejönnek ők harmadiknak, nagyon hiányoztak a gólak. Az évjátékos az olasz bajnokságban szerintetek, és most vonatkoztassunk el a, egy kicsit a Juvétól, ha tudunk, ha én, 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 el tudok, tehát hogy nem is nekem ez nem kérdés, szerintem Ibrahimovic volt. Tehát amit ő a Milánnal tett, és, és ami a Milán eredményeinek, a, 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 ahogy ő vitte a Milán, szerintem ez, ez, ez nem nem a madridi szerződést valószínűleg. Csodálkoznék. <laughs> Én is gondolom, hogy elmegy. Nyilván Ibrahimovics egy, egy, egy észszerű döntés erre a posztra, de szerintem nem, nem tudunk elvonatkoztatni a Juventustól, szerintem Pírló. Uh, utolsó utáni kérdésem, jobb lett-e ez az olasz bajnokság? Ugye évek óta megy a síránkozás, hogy esett a színvonal. Most érezhető -e javulás szerintetek ebben a szezonban? Hát szerintem azzal lett volna a nagy lökése az olasz focinak, hogyha a chelsea túl túlmegy a Napoli. Tehát mindig ahhoz kell mérni, én ahhoz mérem az olasz focit, meg szerintem sokan, hogy a, hogy a nemzetközi kupákban mit teljesítenek. És hát nagyjából az Inter kiesett egy olyan Márszejtől, aki ellen azért tovább kellett volna jutni. A Milán azért kiesett a Barcelona ellen, hogy szépen teljesített, de mégiscsak a Barca jutott tovább megérdemelten. Ha a Nápoli túlment volna a chelsea és ők ott tovább vitorláztak volna, akkor azt mondom, hogy lehetne arról beszélgetni, hogy, hogy tovább hogy fejlődött, fejlődött az olasz foci, és nemzetközileg is közelebb került. Hát én is erre leszek kíváncsi, hogy a nyáron merre felé indulnak el a folyamatok, hogy elfelé indulnak el, akár a Nápolitól, akár a Juventustól, akár a, akár a kisebb csapatoktól, vagy visszafelé olasz Vagy Itália felindul a játékos áramlás. Meglátjuk, idáig tartott, és akkor innen folytatjuk, illetve a következő két órában majd kamerán kívül, mert hiszen még rengeteg kérdés is megbeszélni, alul maradt az olaszban, köszönöm szépen, hogy itt